Nagyon fontos és számunkra nem mindig könnyű témák szerepelnek napirenden, így természetesen a dolgok nem olyan egyszerűek, mint amilyennek néha tűnnek, mondta Alekszandr Vucic, miután megérkezett Tiranába, ahol Edi Rama albán miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök fogadta. Újságírói kérdésre, vajon tervez-e szankciókat Szerbia-Oroszország ellen, és hogyan halad a tiranai nyilatkozat szövegének összehangolása, Alekszandr Vucic azt mondta, több javaslat is van. Ja jedino što mogu da kažem to je da ću se držati načela i principa koje je Savez za nacionalnu bezbednost Republike Srbije osvojio pre dve godine. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a tiranai csúcstalálkozón javasolta egy különleges védelmi ipari fórum létrehozását Ukrajna és a balkáni országok között, és javaslatot terjesztett elő a közös lőszergyártásról. Zelenszky köszönetet mondott az Ukrajnának nyújtott segítségért. Dear colleagues, our vision of Europe and life in all its regions is based on the principle of dignity, equal dignity of each country. Zelenszky rámutatott, Ukrajna és a balkáni országok megérdemlik, hogy az európai és az euróatlanti közösség részei legyenek. A Nyugat-Balkánnak össze kell tartania, és nem engedhetjük meg, hogy az agresszió jutalmat kapjon, mondta a csúcstalálkozó házigazdája Edi Rama. Az albán miniszterelnök a nyugat-balkáni országok jövőjéről is beszélt. The vision that led to the creation of the EU now guides us in the Western Balkans on our path to the future. A future we can reach only in peace by standing and working together and by solving our differences peacefully, constructively in the name of the further future generations. A tiranai csúcstalálkozó nyilatkozata végül Szerbia kérésére nem említi az Oroszország elleni szankciókat, ugyanakkor Szerbia humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, nyilatkozta Alekszandr Vucic, szerb államfő. Mi humanitarno pomažemo. Verujem da smo korektna zemlja i verujem da od Ukrajinaca nećete čuti lošu reč o Srbiji. Kao što mislim da je nemoguće čujete od Rusa i od bilo koga drugog. Jer mi vodimo svoju politiku. I ponosan sam na to što Srbija vodi svoju politiku. A regionális növekedési és konvergencia terv csúcs találkozóján a térség európai integrációjáról és a nyugat-balkáni növekedési terv megvalósításáról tárgyalnak. A nyugat-balkáni növekedési terv 6 milliárd eurós pénzügyi támogatást irányoz elő, amelyből 2 milliárd visszanemtérítendő támogatás, 4 milliárd pedig kedvezményes kamatozású kölcsön az EU-tól, a térség gazdasági növekedésének ösztönzése és felgyorsítása érdekében. A terv a 2024-től 2027-ig tartó időszakot öleli fel, és előirányozza, hogy a 6 nyugat-balkáni kormány fél évente kap bizonyos összeget attól függően, hogy milyen reformokat hajt végre ebben az időszakban.